Az atyának és fiúnak és szent léleknek nevében. Amen. Továbbra is a szent liturgiáról szeretnék néhány szót szólni, hogy mire figyeljen oda a kántor, amikor vezeti a hívek énekét. Az egyik tapasztalatból származó fontos tanácsom, hogy ne siessünk, ne kapkodjuk el. Ha lélektelenül énekelgetjük a válaszokat, meg a, ezeket a gyönyörű himnuszokat, akkor lélektelen lesz az egész szertartás, és akik oda jönnek, hogy lélekben táplálkozzanak, nem találják a lelket, mert hogy lelketlen. Tehát megint azt mondom, mennyire sok múlik a kántor hozzáállásán énekén. Ha az ekténiákra békességben könyörögjünk az Úrhoz, Uram, érgalmaz! Uram, érgalmaz! Uram, irgalmaz, uram, irgalmaz. Nyilván nem szabad elhúzni, pláne nem szimpatiasan, nem operú. Uram, irgalmaz, szó szóval sincs róla. De minden egyes megszólaló énekem imádság legyen. Ez nagyon fontos a kántornál. Hogy a kántor is imádkozik, az énekével imádkozik. Szó szóval sincs róla, hogy jaj, utána elmegyek egy misére, hogy imádkozzak is, mert hát ugye kántorizáltam. Tehát a kántor a szolgálatával imádkozik. És mindent, amit énekel, azt imádságként. Uram, érgalmasz, uram, irgalmaz, Az zárura, uram, irgalmaz. Antifonánál. Örvendezzetek az Úrnak minden föld, mondjatok Hát ott örvendezés, tehát azt nem nyújtjuk el, az megint rossz a másik oldal, hogy örvendezzetek az úrnak minden föl, és az nem, hogy a minden föl senki nem fog örvendezni. Ez egy újongó himnusz, de azért akkor is imádság. Örvendezzetek az Úrnak minden föld, mondjatok dicséretet az ő nevének. Persze a hívekkel együtt énekelünk, ez is nagyon fontos, hogy nem egyedül énekelek. Ha egyedül énekelnék, könnyebb lenne magát a ritmust is megválasztani. Tehát oda kell figyelni, művészet, oda kell figyelni a, a, a sokasság, reméljük, hogy majd lesz sokaság újra a templomban, sokaság énekére, de mégis vezessem őket lendületesen, de nem gyorsan. Leginkább az apostol énekléskor szokott rettentő zavaró lenni, hogyha a kántor vagy a felolvasó siet a szöveggel. És ez sajnos nagyon gyakori. Nem tudom miért. Az is lehet, megfigyeltem nem főleg iszkul, és jaj, jaj, legyünk túl rajta minél hamarabb. Arra is van példa, hogy hát ne legyen hosszú a liturgia, és akkor hát ezzel ne húzzuk el. Tehát borzott, azért jönnek a az hívek, hogy hallják az evangéliumot, meg a, a szent szövegeket. Nagyon fontos, hogy érthetően énekeljük a szöveget. Most vasárnap a zsidókhoz írt levélnek egy szakaszát írja elő az egyházunk. Mutatok egy példát, jó, hogy hogy, hogy gondolom, hogy az énekünk hogyan lehet tartalom közlő. Hogy amit énekelek, azt én is értem nekem is kell érteni. Ezért nagyon fontos, hogy a kántor mindig előtte átolvassa a szöveget. Készül és átolvassa. Nem, ránéz, be van jelölve, tudni fogom. Miről van ott szó? Például nagyon gyakori hiba, sajnos még mindig nem készült el az apostolos könyvünk, dolgozunk rajta, meg lesz hamarosan. De amíg ez nincsen meg, egy kicsit mindig improvizálni kell. Most például fölhívom a figyelmet, hogy a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének a 11. versétől a 14. ig tart majd az apostoli szakasz. Itt a szövegben így hangzik, Krisztus azonban a ránk váró javak főpapjaként jött el. Hát ha valaki így kezdi, Krisztus azonban a ránk váró javak főpapjaként jött el, a látszik, hogy nem készült rá, mert ezt az azonban kötőszót nem kell énekelni. Krisztus a ránk váró javak főpapjaként jött el, hiszen ez a kezdő mondat. Nyilván, hogyha beleillesztenénk a teljes szövegbe, akkor van értelme annak, hogy itt most ezt a ellentétet kifejező kötő szót a szöveg beleveszi. De ki kell hagyni. Na hát ilyen apróságok miatt is nagyon fontos, hogy megnézzük a szöveget előre. Azért is, hogy hol tagolom például, hogy az érthető legyen, de hogy én magam értsem. Mutatom. Szent Pálapostól zsidókhoz írott levelének olvasása, figyelmezzünk, atyám fiai, Krisztus a ránk váró javak főpapjaként jött el, s belépett abba a nagyobb és tökéletesebb sátorba, amelyet nem ember keze alkotott, vagyis nem ebből a világból való. Nem a bakok vagy borjak vérével, hanem saját vérével lépett be egyszer s mindenkorra a szentébe, és örök megváltás szerzett. Ha ugyanis a bakok és bikák vére, meg az üsző hamva tisztáltalanokra hintve külsőleg tisztává teszi őket, mennyivel inkább megtisztítja a lelki ismeretünket a holt cselekedetektől Krisztus vére, aki az örök lélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek, hogy az élő Istennek szolgáljunk. Nem a tagolást akartam most megmutatni, hogy pontosan így kell énekelni, többféleképpen lehet tagolni, hanem az érthetőség véget. Nem könnyű szövegek ezek a zsidóhoz írt a levél, nem könnyű szöveg. Az egyszer hallja a hívő. Nagyon fontos, hogy azt megértse. Tehát úgy tagoljam, úgy énekeljem, szépen lassan, érthetően, hogy aki először hallja, az is fölfogja. Lehet, hogy a papa arról fog prédikálni, és akkor... Ö, Miben kapaszkodnak, nem hallottak előtte semmit. Aztán a kerubének egy külön órát megérne, de most a sűrítsük bele ebbe a mostani kis tanításba. A kerubének egy misztikus himnusz. Ebből csak annyit érzékelünk, hogy ott van az a szó, hogy kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk. Titokzatosan. Csak hogy a, a misztika a misztérium a keleti liturgikus nyelvezetben nem úgy titok, hogy titok nem szabad elmondani senkinek sem, hanem egy olyan titok, amely, amelynek az értelmét föl kell fedni, amely megnyitja nekünk azokat a mélységeket, amelyeket egyébként nem tudnánk megérteni. És nem olyan könnyű ezeket megérteni, nem olyan könnyű ezeket föltárni, és ezért egészen különleges eszközöket ad a kezünkbe az egyház, hogy ezeket a titkokat fölfedjük. És amikor azt énekeljük, hogy kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk, vagyis az kerubokat, az angyalokat, mi magunk emberek, valamilyen rejtélyes módon, de ábrázoljuk, rajtunk keresztül válik láthatóvá az angyalok jelenlévő serege. Mi titkosan ábrázoljuk az angyali seregeket. És, és ez a titkos szó, a titokra való utalás az egész liturgiának a, a mélységére utal. Felfoghatatlanságára, és meg, mégis a felfoghatatlanságán túl való feltárolkozására. Erre utal. Nos, akkor énekeljük ezt a himnuszt amikor a pap készül az előkészületre, megtömínezi az előkészületi oltárt, a híveket, a királyajtóból, és utána az adományokat fölhozza, beviszi a szentélybe. Kapcsoljuk ezt hozzá az előszentetek liturgiájához. Ott is más szöveggel most az égi erők velünk láthatatlanul szolgálnak, ugye? Tehát láthatatlanul szolgálnak az égi erők. És akkor még ünnepélyesebben hozzuk, hiszen az a, a, nem csak a, a kenyérről és a borról van szó, hanem a valóságos eukarisztiát az előre megszentelt áldozatot hozzuk föl, óriási nagy tisztelettel, méltósággal. Hát ennek előképe, hogy úgy mondjam, hogy a kenyeret és a bort a, a diszkodban, a kehelyben eh, hozzuk eh, föl eh, az oltárhoz. Ez a, ez a nagy bemenet. Ez alatt a nagyon lényegre mutató cselekmény alatt, ha azt éneklem, kik a kerubokat, a kerubokat, titkosan ábrázoljuk, titkosan ábrázoljuk, szóval lélektelenül, gyorsan, ledarálva énekeljük, semmi nem jön át, legalábbis az ének következtében. Megint ugyanazt mondom, nem kell eljátszani, színpadiaskodni, de, de méltósággal a, a titokszerűségnek a, a, a megjelenítésével kell énekelni a kerubéneket lassan. Egyébként a papnak nagyon sok imádsága van ez alatt. Erre is figyelnünk kell. Arra is figyelnünk kell, hogy lehetőleg egyszer énekeljen végig a kerubének himnuszt, amíg a pap oda nem ér az előkészületi asztalhoz. Elég szerencsétlen megoldás, hogy elénekeltem a magam ritmusa szerint, még van idő, Ha elkezdjük újra, kik a kerubókat, harmadszorra, Á, elkezdjük harmadszorra. Szóval nem, nem szabad, szétveri az egész cselekményt, ez a himnusz azt a, azt a cselekményt kíséri, amíg a pap fölkészül, és az adományokat kihozza a hívek elé. Van rá példa nem tilos mondjuk újra kezdeni, csak ne előről. Ne előről, mert az, az, az azt jelenti, hogy nagyon gyorsan végénekeltük, meg, meg hogy hát nem is igazodtunk igazából a, a cselekményhez. Ha mondjuk refrénszerűen megismételjük, hogy. Tegyünk félre most a mindenföldi gondot. Az, az, az elég jó, mert úgy nyomatékosítjuk, hogy tegyünk félre most a mindenföldi gondot. Tehát, ha ismételni kell, lehetőleg onnan ismételjük. Na, hát ez csak egy apró tanács, de legfőképpen azt szeretném javasolni, és a drágakántorok lelkére kötni, hogy ezt a titokzatos himnuszunkat ne, ne csapjuk össze. Nagyon sokféle dallam van. A dallam kiválasztásánál, egy jól rátermett kántor mondjuk megnézi, hogy mi lesz a áldozási vers, mert azt is ezen a dallamon énekeljük, és amelyik dallamon jól énekelhető az adott áldozási vers, az szerint választja ki kerubéneket. Aztán, amikor megtörtént a nagy bemenet, utána érzékelhetően szabad, tanácsos, kicsit ütemesebben énekelni. Mert a mindenek királyát fogadjuk, kit láthatat. Tudnélik, az előkészület megtörtént, és bemutatta az áldozati adományokat a pap, és viszi föl az oltárra, már ez egy kicsit az áldozásnak a, az előkészülete, a megdicsőlésnek az elővételezése, hogy már az adományok, ugye ott vagyunk a diszkoszon, mi is elhelyezve jelképesen, már belépünk a szentébe. Egy nagyon elterjedt gyakorlat ez a keleti egyházban, hogy itt van egy kis ritmusváltás, és a mert a mindenek királyát azt ütemesebben énekeljük. Esetleg az alleluját lehet ismételni, mert a mindenek, kicsit túlzok most, királyát fogadjuk, itt láthatatlanul környeznek az angyali rendek. Hallelujah, 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 Hallelujah. stb. Tehát, mint ahogy a refrénszerűen megismételhettük a tegyünk félre mostan, az Alleluját esetleg lehet kétszer énekelni. Ez akkor látszik jól, amikor diákonusi szolgálat is van, és ő még mondjuk nem ért ki, a ambonra, és akkor, ha szükséges, ez egy apró tanács, az alleluját is lehet kétszer venni. Hasonlót szeretnék mondani a hiszek egy és a hiszemuram és vallom kezdetű imádságokról. Ezt is ne gépiesen ledarába mondjuk el. Hűzög egy Istenben mindenható atyában mennek és földnek minden. Úgy megszoktuk már, és néha csodálkozom, hogy szinte a tömeg is észrevétlenül darája, mondja ilyen gyorsan ez imádság, tehát itt most nem, nem, kell dramatizálni, hiszek egy Istenben, minden hatóhatjában, atyában, mennek és földnek, nyilván nem erről van szó. Recitáljuk. Hiszek egy Istenben, minden hatóatjában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak. De... Tehát ez egy, egy, énekelt, egy, egyfajta módon énekelt ima, egy hangon mondjuk ez a recitálás. A hiszem, Uram, és vallom ugyanígy. Az is egy énekelt imádság, és az is különösen is, hiszen ott már a, a szent titkokban való részesülés előtt állunk. Hiszem, Uram, és vallom, hogy Te vagy valóban. Jó, tehát javaslom, hogy, hogy erre külön is figyeljünk oda. Például ne el rögtön. Énekeltük egy a szent, egy az Úr Jézus Krisztus, az Atya Isten dicsőségére, amen. Hiszem, Uram, és vallom hogy ha hagyunk egy néhány másodperces kis szünetet, szabad csönnek lenni a liturgiában. Egy a Szent, egy az Úr Jézus Krisztus, az egy valóságú és osztatlan Szent Háromságot. Hiszek egy Istenben mindenhat, hogy lehet, hogy először meglepődnek a hívek, hogy mi van elfelejtette a kántor, de ne féljünk ettől, iktassunk be bátran egy picike kis szünetet, ez, ez, úgy, úgy eszünkbe jutatja, hogy akkor most valami egészen különleges dolgokra készülünk. Áldozási versről szeretnék még azt mondani, hogy ez mindig, majdnem mindig egy Zsoltár vers. Néha új szövetségi szöveg, Krisztus testét vegyétek, a nyilván nem Zsoltár vers. A áldozási vers az az áldozásra van írva, sőt előírva. Ne énekeljünk mást. Ott ne énekeljünk népénekeket. Népéneknek nem ott van a helye. Utána, előtte, körmenetekben, búcsúban, sok helyen énekelhetünk népéneket, de itt a liturgián belül nincs helye. El tudom képzelni, rendkívüli alkalmakkor, karácsony, vagy vagy nem is tudom, húsvétkor, amikor nagyon sok az áldozó, reméljük majd lesz olyan húsvét, nagyon sok lesz az áldozó, és ugyanazt a verset mindig énekelni, mondani, ismételgetni, az, az talán túl sok unalmassá válhat és akkor ott lehet húsvét énekeket énekelni, vagy ilyesmi. De ezek a rendkívüli esetek, meggyőződésem, vagy legalábbis jó esély van arra, hogy az úgynevezett ismert tezéi énekek a bizánci hagyományból vették át ezt a fajta éneklési módot, hogy van egy rövid zsoltárvers, vagy egy, egy fohász, és azt ismételgetik nagyon egyszerű dallamon egymás után, egy ilyen meditatív ének. Hát ilyen meditatív ének az áldozási vers is. S úgy is kell énekelni természetesen, és ne féljünk attól, hogy ezt sokszor ismételgetjük, a hívek annál inkább be tudnak kapcsolódni. Van egy nagyon közkedvelt áldásra való ének, a hiszem, uram és vallom. Hiszem, uram és megvallom, hogy te vagy Krisztus Isten. A dallama is egy nem értékes dallam, hát mindenki tudja az első, első verszakot, de a többit aztán nem. És az van, sokszor tapasztaltam, hogy Kántor elnél, másod, harmadik verszakot mert a könyvből fújja akkor nem énekelnek a többiek, mindenképpen kerülendő. Tehát lehetőleg a hívek is énekelhessenek az áldozási vers alatt, és ezért ez így van kitalálva, ennek a pedagógiáját nem kell tökéletesítgetni, ha sokszor énekeljük a kis rövid áldozási verset, abba könnyű bekapcsolódni, jobban ráhangol bennünket a, a, a szent titkoknak a vételére. Van, amikor két áldozási vers előírva, nagy ünnepeken például, vagy vasárnapra eső ünnepeken, akkor is ne rögtön váltogassuk őket, eléneklem az egyiket háromszor, eléneklem a másikat háromszor. Hogy legyen meg ez az ismétlődő jellege az áldozási versnek. Van még egy kis időnk. Mert akkor még egy fontos dolgot szeretnék elmondani. Tanácsolom, és ezt nem én találtam ki, hanem közösen, Fogalmazódott meg a mind a három egyhád megyéből álló szakemberek közös munkája nyomán, hogy próbáljunk meg parlandó módon énekelni. Vagyis, az, leginkább a szöveg adja meg az énekünknek a ritmusát, és ne a ritmusba akarjuk belepréselni, kényszeríteni a szöveget. Amikor ez lehetséges. Nyilván azzal, hogy mi közösen együtt énekelünk, ezért alakult ki a szihíráknak, a tropároknak egyfajta sajátos ritmusa, hogy közösen énekelhető legyen, és hát ebbe tesszük bele a, a szöveget. De az a tapasztalat, hogy ha jobban odafigyelünk a szöveg éneklésére, akkor, akkor el tudunk szakadni az úgynevezett kaptafától, ahogyan a szöveg, vagy a megszokott éneknek a, a ritmusa diktálná, és jobban tudjuk a szöveg ritmusát követni. Na most ez különösen is érvényes, és alkalmazható akkor, amikor a kántor egyedül énekel. Mutatok egy példát. Utrenyében, vagy más alkalmokkor is, amikor hatodik hangú előverset énekelünk, Dicsőség az atyának és fiúnak és szent léleknek. Igen, a másik. Most is mindenkor és örökkön, örökké, amen. Ugye? De hát észre se vettük, hogy nem azt énekeltük, hogy most is mindenkor és örökkön, örökké, amen, hanem az, hogy most is mindenkor és örökkön, örökké, amen ezt énekeltük. És ha egyedül énekel a kántor, már pedig az előverseket mindig egyedül énekli, akkor jobban igazodhat parlandó módon a szöveg ritmusához, most és mindenkor is mindenkor és örökkön, örökké a hohom. Érthető? Örökké a nem kell, örökké a örökké a amen. Erre gondolok elsősorban, amikor azt mondom, hogy a kántor egyedül Tud énekelni így, parlandó módon. Az előversekből is vegyünk néhány példát, ugye. Vecsernyén a szihirák előtt az előverseket mindig egyedül énekli a, a, a kántor. Vitt ki a tömlözből lelkemet, és így tovább. Nézzünk egyet, mondjuk a legyenek füleit figyelmesek. Ha első hangú előves dalomon éneklem, így hangzik. Legyenek füleit figyelmesek az én könyörgésem szavára. Legyenek füleid figyelmesek az én könyörgésem szavára. Nyilván, amikor hajlítunk, akkor hosszabb az az énekelt szótag, de ez nem indokolt, amikor nem hajlítunk. Éneklem parlandó módon, főleg az utolsó szóra figyeljünk, legyenek füleit figyelmesek az én könyörgésem szaváró, nem szavára. Mert ugye a többinél, uram hallgass meg az én szómat, hosszú szokott lenni ez a szótag, de amikor rövid a szótag, szavára. Vagy egy másik dallamnál, mondjuk a negyedik hang a következő ha vétkeket figyelembe veszed, negyedik hangon éneklem. Ha védkeket figyelembe veszed, Uram, Uram, kiállhat meg előtted, de nálad a egyelem. Megint hosszan szoktuk énekelni, amikor ezen a, ezen a szövegen éneklem. A mélységekből kiáltok, Uram, hozzád, Uram, hallgass meg az én szómat. Ott ez a hosszú szótag éneklése indokolt. De nálad vagyon a kegyelem, ez a régi szót használjuk, vagyon a kegyelem, ez mind-mind rövid szótak. De nálad vagyon a kegyelem. Kicsit szokatlan, de, de a kántor egyedül énekelheti jól. Nem, nem, botránkoznak meg, csak mond, de aztán, hogyha mindig így énekli, akkor bele tud tanulni, és szöveget hallunk énekelni, nem pedig valamilyen Valamilyen állandó, megszokott ritmus szerinti dallamot, aztán hát mindegy is, hogy mi abban a szöveg. És még ezen is túlléphetünk, amikor megtanítjuk a híveinket, a közös éneket is így parlandó módon énekelni. Ez azért nehezebb, mert. Nyilván a, a, a megszokott éneket egy tömeg, egy sokaság, sok ember együtt úgy tudja énekelni, hogyha tudjuk a ritmust, és akkor, hát, akkor egyszerre szól. Ugye nagyon fontos, hogy nehogy szétverje a közös éneklés. Nagyon fontos. De ha beletanulhatunk, hozzászokhatunk, jó zenésznek kell, vagy rátermet kántornak kell lenni ahhoz, hogy ezt meg is tanítsuk a hívekkel, hogy mondjuk vecsernye előtt, vagy egy külön órára összehív a, a híveket, elmagyarázok, amiket most itt a, a, ezen a kántorképző stáv oktatásban én elmondok. Például eleve, hogyha kántor így énekli a szóló részeket, akkor már hallják a hívek, hogy, hogy érdekes, a szöveg éneklődik, és, és nem pedig a ritmusba kényszerül bele a szöveg. Itt van például negyedik hangon énekeltük az előverset, negyedik hangú Uram, te hozzád... Sztihira esetében. Ha valakinél van otthon könyv, énekes könyv 161. oldalán találjuk ezt a Sztihírát. Tehát ugye a Sztihírákban dallam sorokat énekelünk, és ezeknek a dallamsoroknak soroknak megvan a maga dallama, és megvan a maga ritmusa is. De a ritmust lehet igazítani a szöveghez, és ez azért tud működni, mert mindenki ismeri a magyar szöveget, hogyha csak olvasom ezt a szöveget, a te életadó keresztednek szüntelenül hódolva, Krisztus Istenünk, harmadnapi feltámadásodat dicsőítjük, mert ezáltal újítottad meg minden hadosat többi. Tehát a, a magyar szöveg prozódiája egyértelmű, világos. Próbáljuk meg az éneklésnél is a szöveg diktálta ritmust alkalmazni, és akkor most... Először elénekle, most ne énekeljünk velem együtt senki, nem tudom ellenőrizni, de csak mondom. Ahogyan énekelnénk, ahogy a, 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 a szövegnek a kaptafa ritmusa kívánja. A te élet adó keresztednek, szüntelenül hódolva Krisztus Istenünk, harmadnapi feltámadásodat dicsőítjük. Mert ezáltal újítottad meg minden ható, megromlott emberi természetünket, és megnyitottad nekünk a mennyekbe való feljutást, mint egy áldott és ember szerető. Nem tudom, hogy érezhető volt, egy picit még rá is segítettem, rátettem egy lapát fél lapáttal, hogy azt éneké, hogy a te életadó keresztednek. Ahelyett, hogy a te életadó keresztednek, szüntelenül hódolva Krisztus Istenünk. Szüntelenül hódolva Krisztus Istenünk. Aztán azért jelöltem meg a következő sor végét, mert itt nagyon jól jön ki. Harmadnapi feltámadásodat dicsőítjük, pa, pa pam pam Ugyanez a megromlott emberi természetünket, pam 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 termész, nagyon jól jön ki. De a és megnyitottad nekünk a mennyekbe való feljutást, ugye nem feljutás, hanem mennyekbe való feljutást, mint egyedül áldott és ember szerető. Itt is úgy énekelnék, hogy mint egyedül áldott és ember szerető, ember szerető, ember szerető. Ez azért nehezebb így, mert mondom, a hívek éneklését megváltoztatni nem egyszerű. Lassan, fokozatosan azonban lehetséges. Nem szabad megengedni, hogy a kántor, ó, én már ki vagyok képező, és akkor így egyedül fújja magának, és a hívek meg azt sem tudják, teljesen elhallgatnak, nem tudnak énekelni, mert önmagában eléggé berögzött még az, hogy a szihíra adott ritmusát tesszük bele a szöveget, és nem, nem fordítva. Szép, lassan, fokozatosan, néha beszélgetve erről, lehet módosítani, lehet javítani a híveink énekét. Van rá példa, nagy nagyparókián is már van, hogy sokan együtt énekelnek, és megszokták, hogy szöveget éneklünk. Ez nagyon sokban segít minket a szövegek megértéséhez is. Hát most, hogy ebben a koronavírusos időszakban sok helyen, hívek nélkül vészik a szertartásokat, elég furcsa, de a kántor megteheti, hogy most akkor így énekel. A hívek jó esetben otthon éneklik a szihírát, és nem fogják bezavarni, megzavarni a kántort, hogy ő, ő, ő most mit is énekel. Most van itt az ideje, mint ahogy sok ponton kivilágli, kiderül, hogy ez a nagyon borzasztó helyzet, a koronavírus miatti bezártságunk, hoz érdekes és hasznos újdonságokat is. Most ki lehet használni ezt az alkalmat, ezt a lehetőséget, tanácsolom is kántoroknak, most különösen is figyeljenek oda. A kamerán, kamerának az egy szemén keresztül rengetegen hallgatják, hallják, bekapcsolódnak az énekbe, figyeljenek oda, hogy szépen énekeljenek. Ezeket a tanácsokat érdemes meghallgatni, és ezzel tudjuk segíteni a magunk értelmezett, Módon való éneklését is, azoknak az embereknek a, az éneklését is, akik a kamerán keresztül követik az imádságunkat. Remélem, hogy én is így a kamerán keresztül tudtam segíteni azoknak, akik követték ezt a kántorképző órát.